Sziasztok emberek, üdvözöllek benneteket itt a legújabb videóban, ami egy kicsit rendhagyó lesz, mint a többi, ugyanis most nyomozni fogunk. Bence és én összeraktunk egy honlapot, ugyanis rájöttem, hogy én imádok a neten böngészkedni, mármint hogy így a térképen is nézni különleges helyeket, ezért erre megkértem Bencét, hogy rakjon össze nekem egy ilyen honlapot, amit bárki tud használni, és különleges helyeket lehet rajta megkeresni. Ha benneteket érdekel ez az oldal, akkor ott van a leírásban a merrevan.hu amúgy a címe, vagy amúgy a neve az oldalnak. Még nagyon alfa változatban van, látjátok, hogy a dizájn se egy olyan nagy cucc meg semmi, meg annyi hely sincsen még benne. De hogyha nektek van valami különleges dolog, amit szeretnétek, hogy benne legyen ebben az oldalban, most gondolok itt például olyanokra, mint a Stonehenge, akkor írjátok meg. Na de, hogyan is működik maga ez a játék? Kiválaszthatjuk, hogy a körök száma legyen 10, és a nehézség is szint azért legyen könnyű. Az a különbség a nehéz meg a könnyű szint között, hogy a könnyű szinten vannak feliratok meg ilyen cuccok a térképen, a nehézben viszont nincsenek, úgyhogy mi most a könnyűn fogunk menni, mert azért igen nehezek a feladványok. Mindig kapni fogunk majd egy helyet, hogy az hol van, és meg kell keresni. Nem teljesen kell pontosnak lenni, de a játék írja elvileg, hogy milyen messze vagyunk tőle. Na nézzük, játék indítása. Londoni Tower. A Londoni Tower alapításom szerint Európán belül található, azon belül is Londonban. London már biztos, hogy megvan. Ugye a London Tower, most amúgy, úristen, most jövök rá amúgy, hogy lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok butaságot fogunk mondani ebben a videóban, de eddig szerintem a Londoni Towerhöz remek úton haladunk. Szóval a Londoni Tower most kéne amúgy a Jánosi Gergő barátom, mert hogy ő 3 évig lakott kint Londonban, úgyhogy biztos tudta. Álljunk meg, az nem a Big Ben. Opa! A London Tower, hanem kérlek szépen benneteket, mondjuk ez Tower Bridge. Oh my god! Igazából, majdnem amúgy jó helyen voltam, de ez az erődje. Na mindegy, menjünk tovább, ugye itt meg lehet nézni, hogy mennyit tévedtem, hát igazából 255 méter, az egy laza séta. Folytatás, nézzük a következőt. Nagy Sphinx! Hoppá, na ezért ez már, én úgy érzem, egy kicsit nehezebb lesz. A Nagy Sphinxet valószínűleg, hogy Egyiptomban kell keresni, mégpedig a piramisok mellett, a filmekben mindig úgy szokott lenni, hogy a piramisok mellett. Úgy tudom, hogy a piramisok Kairó mellett kéne, hogy legyenek, most amúgy előjönnek ezek a pamkutyás dolgok, tudjátok, amikor elment Egyiptomba. Annyi biztos, hogy a piramisok valószínűleg, hogy a sivatagban lesznek. Én úgy tudom. De lehet, hogy rosszul tudom, de én úgy tudom, hogy ott kell, hogy legyenek. Az egy piramis. Az már egy piramis. Ott van még egy. Hát ezek csúnya piramisok, ezek nem azok, amiket én keresek. Hopp, hoppá, hoppá, hoppá! Itt vannak a nagy piramisok. Ezek a híres neves nagy piramisok, és ott a Sphinx. Hú, jó, 3 métert, ezt igazából nem most nem szoros. Szerintem megtaláltuk. Hú, Niagara vízesés. Andi ismerni, Andi tudná. És miért? Azért, mert a Niagara vízesés Kanadában van. Azon belül is, láttam már amerikai filmekben is, de az biztos, hogy Amerika és Kanada határán lesz a Niagara vízesés, méghozzá olyan helyen, ahol van víz. Oho, oho, hát mert itt sok víz van. Várjál, Niagara. Na, ez itt van, Niagara. Kész, megvan. 175 méter, jó, hát ez sem az a Niagara vízesés. Igazából, jó, igazából oda kellett volna kattintanom, de azért szerintem ezt elnézhetjük nekem. Nem olyan nagy távolság ez, legalábbis itt térképen belül, nem amúgy 175 méter talán. Na nézzük akkor folytatás. Pizai fejre torolj, Olaszország. Olaszország a csizma. Pisa meg merre van az öreg pisa. Hú, na iszlesek baj van. Látom én ezt. Beszaró, majdnem olyan, mint a beszaró, aha, jó, oké, ötletem sincs, hogy melyik részén, jobb, bal, alul, fölül, oldalt, középen, Rómához közel van pizza? Vagy nem? Aj, nagyon nehéz amúgy, nem olyan egyszerű ez, nem olyan egyszerű. Fie, ez van hozzá szóban a legközelebb. Igazából nézhetném, így szöszölgethetnék, de hát amúgy erre senkinek nincs ideje, mert ugye... nincs idő, meg ugye méri is az időt, hogy mennyi idő alatt találjuk meg. Beszaró! Hát figyelj, légvonalban amúgy majdnem, a légvonalban majdnem eltaláltam. Hát azért ez nem itt volt. Mennyit tévedtem?
202 kilométer. Napi kocsikázás. Pentagon. Iha, a Pentagon az Amerika fővárosában található, ha jól tudom. Méghozzá Washingtonban. Washington meg valószínűségem szerint nem New York, hanem Washington. Washington is a filmekben, hogy szokott lenni a filmekben, mindig van víz mellett szokott lenni, nem? Víz mellett, úgyhogy valahol a parton kéne, hogy megtaláljuk a parton. Itt a repte... Ott van! Hát ezt a... A Pentagon onnan kapta a nevét, srácok, hogy ötszög talált süllyed, 64 méter, hát igazából csak ott a kis kertjében. Jó, megtaláltuk ezt is, a felénél tartunk, és szerintem eddig tök jó teljesítettük, leszámítva azt a pisai ferdetornyot. Aranyszar. Na, ki tudja, annyit mondok, hogy én már voltam ott, és egy viszonylag nagy csalódás volt számomra, de amúgy egy nagyon szép helyről van szó, Horvátországnál. Az egyik szigeten egy ilyen kis csöcsök, onnan kapta ez az aranyszarva nevét, hogy aranyszarvnak néz ki. Kérdés az, hogy melyik kis szigeten van ez? Mert hogy tudod, Horvátországban azért elég sok sziget van, tudni illik. Aha, nézzétek! Megtaláltam, mondom, egy Dundi Krumpli sziget. Ez a Dundi Krumpli szigetem. És itt van ez az aranyszar. Ez amúgy, ahogy fúj a szél, meg mit tudom én, úgy változtatja a kinézetét. Tehát most lehet, hogy így néz ki, de lehet, hogyha ti amikor majd oda mentek valamikor nyáron, reméljük már lehet akkorra majd utazni, akkor lehet, hogy ferde lesz, vagy másik irányba ferdül, szóval 57 méter szerintem ez betalált. Hollywood felirat! De az érdekessége a dolognak, hogy Hollywood két helyen is van. Lehet, hogy meglepő lehet ez a dolog, de Hollywood tényleg két helyen is van. Az egyik Floridában, de ez nem az a Hollywood, úgyhogy mi nem is ezt keressük, hanem a Hollywood feliratot, ami Los Angelesben van. Méghozzá Hollywoodnál. Hát annak valahol itt kell lennie a hegyeken. Húha, húha. Pedig elvileg ezeket lehet látni. De szép színház. Pedig ezeket amúgy lehet látni, tehát hogy ez egy olyan látványos helyen van. Hol vannak nagy hegyek itt Hollywood környékén, amit el tudsz képzelni, hogy úgy látnak, hogy minden filmben benne van, tudjátok, hogy Hollywoodban játszódik, azt hogy látnak. Tehát a Hollywood felirat szerintem így áll. Mármint, hogy így akarom mutatni, így, nem pedig így. Valamilyen olyan hegyet kéne találni, amin úgy állnak vonulatok, de hogy ezt mi gondoltuk? Úristen! Mekkora agyam van! Láttátok? Egy pek! Igazam volt! Badlands védője. Azért megfogtál, öregem. Őszintén szóval, annyit tudok erről a Badlands védőjéről, hogy ez egy természeti képződmény, legalábbis én úgy tudom. Nagyon érdekesen néz amúgy ki egy indián fej Kanadában. De hogy hol? Nem tudom. Úgyhogy itt. Amúgy ez full véletlen volt. Oda kattintottam, és itt a cél. És hogyha ezt jobban megnézzük, ezt a Badlands védőjét, akkor hogyha megnézitek, akkor ez a képződmény az, olyan, mint egy indiánnak a feje. Itt az orra, itt a szeme, itt a homloka, szája, itt a nyaka, úgyhogy ez egy ilyen tök jó kinéző természeti képződmény amúgy. Érdemes rávetni egy pillantást. Na nézzük meg, Fehérház! Fehérház az egyértelműen Washingtonban van, ismételten csak visszatérünk Washingtonba, és Washingtonnak a kellős közepén kéne, hogy legyen, ez valószínűleg gyorsan fog menni. Ott van. 2 méter! Gyönyörű! Nézzük akkor az utolsót. Szent Péter Bazilika. Valószínűleg a Szent Péter Bazilika Rómában lesz, és a Vatikánnál. Vatikán. Ez lesz az? Szent Péter Bazilika. Mondd már, hogy ez az. Templomokban nem vagyok jó, meg bazilikákban. Az volt az, jó. És meg is kaptuk az összegzést. Azt mondja, hát ez a 255 kilométer, ez egy kicsit sok. Itt, jó, hát mondom, alfa verzióban van. Nem tudom, hogy itt miért kilométerben írta, amikor ez csak méter volt itt tévedés szempontjában. Nem. Na mindegy, de amúgy egész jól teljesítettem. Ez egy kicsit ciki. De majd szólok Bencének, és akkor ki lesz javítva. Én pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy kipróbáljátok ezt a kis játékot, amit itt Bence összeprogramozott nekünk. Hogyha van valami ötletetek, azt írjátok meg kommentbe, és azt is írjátok meg, hogy ti ezek közül a helyek közül mennyit tudtatok volna megtalálni. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!